Jó reggelt kívánunk, a stúdióban Virányi Orsolya, Tasnádi András és Forgács Bianka. A fővárosi választási szabályok decemberi módosítása zavart okozott az ellenzékben. Hiába győztek Budapesten 2019-ben, most olyan kavarodás tapasztalható a pártok soraiban, hogy egyelőre az is megjósolhatatlan, hogy milyen felállásban indulnak el júniusban. A 24.hu-n jelent meg egy oknyomozó, igényű írás az ellenzéki háttértárgyalásokról. Egyébként nagyon érdekes, hogy igazából most, mintha a sajtót se érdekelné ez különösebben. Tehát a két évvel ezelőtt, amikor meg öt évvel ezelőtt, amikor voltak az önkormányzati választások, akkor azért mindenki nagyon rajta volt, hogy mi van, hogy lesz, mit akarnak, stb. Ehhez képest most teljesen bénult az ellenzék, gyakorlatilag az derül ki ebből a háttéranyagból, hogy nincsen mozgás. Tehát, hogy nem az van, hogy ezek a pártok nem tudnak megállapodni, hanem gyakorlatilag úgy tűnik, mintha nem is akarnának meg állapodni. A legjellemzőbb pillanata ennek az, amikor decemberben van egy összellenzéki egyeztetés a Városházán, megjelenik az összes párt, hosszú-hosszú idő után végre ott vannak az ellenzéki pártok egy nem tudom, nem épületbe, hanem egyetlen szobába, és negyed óra után fogják, megköszönik, hogy találkoztak, és elmennek, annyit beszélnek meg, hogy január közepén folytatjuk. És azért tart ilyen rövid ideig ez a megbeszélés. Mert nem volt elég pogáncsa. Hát lehet, hogy a pogácsa hiánya is hozzájárult, nyilvánvalóan, mert hogy a sok pogácsa van, akkor biztos negyed óra után nem állnak fel. De mindenki csak kajálni jár az ilyen rendezvényekre. De az van, hogy az ellenzéki pártok pillanatnyilag teljesen be vannak feszülve a maguk álláspontja mellett, ezt mindenki elmondta, hogy ő a maga részéről mit szeretne, mit gondol üdvözítőnek, mit gondol üdvösnek, és miután ezek elhangoztak, akkor hát nem értünk egyet, viszlát, akkor majd egy hónap múlva találkozunk, és ugye a szép fordulat, ugye, hogy az egy hónap múlvani találkozó meg nem történik meg, mert nem történik meg, hiszen miért is egyeztetnének, miért is beszélgetnének, mégis miért is próbálnának valamiben megállapodni, hiszen ez még már olyan nem sok az idő. Összefogás, ami volt. Ja, de nyilván nem az az összefogás, de mégis van nem, azért... Én most a meta tartalmára értettem, hogy ami szerintem sose volt meg ilyen szempontból, tehát hogy ebből is látszik, ahogyan ez most zajlik, nem? Ja, abszolút, és mondom, hogy az érdekes az benne, hogy az ellenzéki roncsderbiről 2-5 évvel ezelőtt folyamatosan tudósít a sajtó, és mindenki el van szörnyűködve, hogy milyen állapotban van az ellenzék, min vitatkoznak, min vesznek össze, min nem tudnak megállapodni. Most még annál sokkal rosszabb a helyzet. Hát mert talán annyit megtanultak belőle, hogy jobb, ha a háttérbe húzódnak, és nem a nyilvánosság előtt folytatják le ezeket a vitákat, ami szerintem probléma, tehát hogyha már összefogáson gondolkoznak bármilyen formában, akkor szerintem igenis a választóknak közük van ahhoz, hogy pontosan min is vitatkoznak, de sajnos azt merem feltételezni, hogy egyetlen dologról vitatkoznak, és ez a helyezkedés, hogy ki milyen pozíciót és mennyit zsebelhet be ezen a választáson. Kizárólag. És ki győzi le Orbán Viktort. Na igen, és ez már a probléma része szerintem, hogy nem kerül ki a sajtó elé most őszintén erről. Egyrészt keveset tudunk, másrészt speciál engem kevéssé érdekel, hogy a DK éppen hogy próbálja meg lenyomni a Momentumot, vagy az LMP-t, és vagy fordítva, vagy teljesen mindegy milyen hatalmi harcok. Tehát erről talán keveset lehet beszélni, magáról az állapotról szerintem is lehetne, viszont ugye két évvel... De tényleg lehetne szerinted? Tehát nem az van, hogy ez egy ilyen gitrágás lenne a sajtó részéről is, hogyha ezzel lenne tele minden, miközben más városokat is érintenek választások, fontos kerületeket is érintenek választások, sokkal kevesebbet tudósítanak ezekről a dolgokról. Lehet, hogy azzal is érdemes foglalkozni, míg itt csak egy gitrágást tud a sajtó is véghez vinni ebből a szempontból. Hát igen, csak olyan tekintetben ez a cikk hiánypótló volt, hogy ez így összegezte a problémát, hogy mi zajlik most, amit ugye általában megkapunk darabokba, amikor kicsi, nem annyira lényeges eseményekből összetudjuk rakni a képet, hogy nagyjából mi történik. Most ez, hogy vélt vagy valós, ez egy másik gondolatmenet, de
Úgy gondolom, hogy arról beszámolni, hogy milyen irányba halad, vagy nem halad a dolog, arról lehetséges, hogy lehetne. Ugye a probléma az, hogy jelenleg nincsenek olyan események, amiről a sajtó beszámolhatna, hogy XY ezt mondta, a másik azt csinálta, tehát ezek amúgy hiányoznak. Most Karácsony Gergelynek volt egy nyílt levele, és gyakorlatilag ennyi. Igen. Egyébként két szinten folynak az egyeztetések, vagy nem folynak az egyeztetések. Az egyik szint ugye a fővárosi közgyűlés, ahol egy listás választás lesz, és elvileg nagyon egyszerű lenne ugye a helyzet, induljanak el a pártok, nézzék meg, hogy mit érnek el, és akkor annak arányában kapnak helyeket. Ezt egy kicsit felülírja a választási matematika, meg a bejutási küszöb, hogy az a helyzet, hogy az MSZP, a Párbeszéd, az LMP az egyáltalán nem biztos, hogy megugorná azt az 5%-os küszöböt, ami van Budapesten. Emiatt az rájuk adott esetleges szavazatok, hogyha vannak ezeknek a pártoknak szavazói, elvesznének. Ezért aztán tényleg van egyfajta logikai kényszer, hogy ezek a pártok működjenek együtt, és ezt valóban a Fidesznek, meg a Mi Hazánknak a törvénymódosítása teremtette meg, hiszen ez a probléma eddig nem állt fenn Budapesten. Igazából azért nagy a probléma, ahogy én kivettem a különböző véleményekből, mert nem puszt, mert az nagyjából látszik, hogy az MSZP és a DK az egy listán fog menni, a Párbeszéd meg vagy a Momentummal, vagy a DK-val felkerül egy közös listára. Igazából a nagy kérdés az, hogy a Momentum az közös listán lesz, vagy külön listán lesz, próbálják bezsarolni a DK-s, MSZP-s politikusok a Momentumot a közös listára, az LMP-t is, de az LMP az nagyon határozottan azt mondta, hogy ő nem akar. A probléma abból fakadt, hogyha külön listán indulna a Momentum, akkor lehetséges, hogy azok a polgármesterek, akik például mondjuk Momentum színeiben pályáznak a kerületvezetésre, vagy azok a DK-s, MSZP-s polgármesterek, akik a saját pártjuk színeiben pályáznak, vagy az összefogás színeiben a kerületvezetésre, nem tudják felpakolni maguk mögé az összes párt logóját, hogyha külön listán vannak. És igazából itt most ami megállt az élet, az az, hogy a Karácsony Gergely meg a DK azt mondja, hogy minden logó kell a polgármester jelölt mögé, a Momentum meg az LMP meg azt mondja, hogy nem kell minden logó a polgármester jelölt mögé. Az egyik állítás az, hogy a sok logó az sok szavazatot jelent, a másik állítás az, hogy a sok logó az egyáltalán nem jelent sok szavazatot, hogyha egyértelmű egyébként, hogy ki az ellenzéki jelölt. Egyébként azt gondolom, hogy ebbe inkább azoknak van igazuk, hogy a sok logó az nem jelent semmit, mert én nem tudom elképzelni, hogyha van egy fideszes jelölt, meg van egy nem tudom én, egy momentumos jelölt, és akkor oda megy a DK szavazó, és akkor így elkezd gondolkodni, hogy hát nem látom sehol a DK logót, hát lehet, hogy akkor behúzom a Fideszre. Tehát, hogy ha ez létezik, akkor nincs értelme a demokráciának. Lehet, hogy létezik, de olyan minimális számba, hogy valójában nincsen értelme vele foglalkozni. Ez az egyik probléma, és egész egyszerűen nonsens dolog, hogy ezt hónapokon keresztül nem tudják megoldani. Tehát, hogy eldönteni, hogy vagy ez, vagy az. Leülünk, megbeszéljük, stb. Hát úgy nehéz megoldani, hogy mondjuk van egy párt, akinek az amíg be nem iktatott vezetője, neki megy egy másiknak, majd utána azon kell gondolkozni, hogy vele fölkerül-e egy logós platformra, gondolok itt mondjuk Donát Annára. Tehát, hogy úgy nehéz ezeket megbeszélgetni például. Hát szerintem meg csak egyszerű megbeszélni. Hát most a Donát Anna nyilvánvalóvá tette, hogy a Momentum akkor indul el választáson, hogyha nincs közös lista a Gyurcsánnyal. Miért nem lehet ezt elfogadni? Tehát, hogy miért kell ezen besérülni, meg besértődni? Szerintem azért része a demokráciának, hogy az ember azzal áll össze, akivel akar, és az a helyzet, hogy itt az a szituáció, hogy az azért sem működik, hogy az a Fidesz segíti, hogyha külön indulnak, hiszen ez egy arányos listás szavazás, gyakorlatilag, hogyha bejut a lista, akkor mindegy, hogy összefogott lista volt, vagy két külön lista jutott be,
nagyjából ugyanannyi képviselő fog eredményezni. A másik, a nagyobb probléma az azok a kerületek, ahol fideszes jelöltek, tehát hogy fideszes polgármesterek vannak, plusz Zugló, ahol ugye az MSZP és Horváth Csaba van. Mert ezekben a kerületekben, az összes többi kerületben az inkumbens ellenzéki polgármester támogatják a pártok. Mondjuk ez is egyébként számomra ilyen furcsa dolog, hogy tényleg mindenki annyira alkalmas volt, tényleg mindenki olyan jól csinálta. Tehát, hogy, nem tűnik úgy amúgy. Hogy tényleg csak szegény Horváth Csaba az, aki kapcsán egyáltalán felvetődik az, hogy biztos, hogy Horváth Csaba legyen. Jó, legalább valamiben van valami egyetértés. Jó, hát igen, ebben van egyetértés, és az a lényeg, hogy ezeket a kerületeket a DK tárgyalóasztal mellett akarja eldönteni, leginkább úgy, hogy lenyomja a saját jelöltjeit, meg Horváth Csabát a Momentumnak a torkán. A Momentum meg azt mondja Márki-Zay Péterrel, meg nem tudom én sokakkal, hogy legyen előválasztás. És ettől mereven elzárkózik a DK, amit egyébként azért nem értek, hogy mert az nyilvánvaló, hogy az ember, hogyha kikap a Márki-Zay Pétertől, akkor azon besérül, és kiderül, hogy a nagy DK-s mozgósítás, stb. Mítosz, az nem igaz, nyilván nem akarják néhány hónappal a választás előtt ezt újra eljátszani. De azt mondani, hogy ők már nem hisznek az előválasztásba, azért, mert egyszer kikaptak, az rendes választásban miért hisznek? Ott már kikaptak négyszer, vagy ötször. Tehát, hogy mi a bizalomnak az oka a rendes választás iránt, hogyha az előválasztás iránt nincsen bizalom? Az még eredményezett valamit, parlamentbe helyeket, tehát ott volt valami eredménye. Egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy a DK úgymond nem támogatja az előválasztást, szerintem valójában sosem támogatta, attól függetlenül, hogy a kommunikáció ez volt. Nyilvánvalóan 5 évvel ezelőtt ott egy teljesen más helyzet volt, más szituáció, akkor még ezt ennyire nem tudta kommunikálni a DK, hogy ő a legerősebb ellenzéki párt. Azóta nagyon-nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és hogyha erőből meg tud valaki valamit oldani a politikába, miért is kockáztatna? Sajnos én nem értek egyet ezzel a hozzáállással, de azt látom, hogy ez a jelenlegi helyzet. Azt én nem tudom, hogy mi van az ő szándékok mögött, de én sem tartom ezt az előválasztást például egy jó ötletnek, mert amit én most úgy érzékelek, hogy egy picit így kivettünk a képletből, már nem feltétlenül csak mi, hanem mindenki, hogy egyrészt nagyon kevés idő van hátra, tehát hogyha én átgondolom azt, hogy itt a következő 4 hónapban ezeknek a pártoknak mire van szüksége, azon túl, hogy azt kitalálni, hogy az adott pártnak, tehát nekik maguknak mi a legjobb, vagy hogy a legjobb, mindezzel együtt kampányolni, akkor ide betennék valamit, amit így elszoktunk felejteni, hogy mondjuk ezt az egészet, ami most zajlik, szerintem meg kellene értetni a választókkal. És hogy, de ez is ott keresendő a hiba, hogy miért tartunk itt januárban, gyakorlatilag fél évvel a választás előtt, hogy ilyen vitákat próbálnak meg lefolytatni. Igen, de magára a rendszerre is gondolok. Tehát az van, hogy te itt kapni fogsz 4 papírt. Ezt most lehet, hogy nekünk, akik itt hárman ülünk, bár én most nagyon szeretném, én feljelentem magam, tehát hogy ezt az egészet felfogni nekem sem volt egyszerű, sajnálom. Tehát, hogy én sem vagyok 100%-ig képben, és tök szívesen vállalom, hogy nem, tehát, hogy ez még nekem sem egyszerű. És hogy akkor induljunk már ki mindenki másból is, hogy ez nem egy egyértelmű történet, hogy mit csinálsz abban a szavazófülkében majd. Most ezek nagy nehezen kitalálják. Hogy segítenek a pártlogók. Igen. Most nagy nehezen majd kitalálják, hogy ők hogyan segítenek ebben, és maradt 4 hónapjuk arra, hogy ezt az egészet egy kampánnyal egybekötve meg is értessék a választóikkal. Úgy, ráadásul, hogy mindeközben megpróbálják azt képviselni, ami nekik a legjobb az adott választásokon. Na most az előválasztást, vagy az adott, igen, az adott helyzetben, amire éppen szavazni kell. De hogy az előválasztásnál az van, hogy ezt az egészet, amit most megpróbáltam összefoglalni, még megspékeled egy előválasztással. Tehát nem elég, hogy itt van ez a csomag, amit szerintem én azt érzékelem, hogy kevéssé veszünk figyelembe, és én a 24-es cikkből is ezt érzékeltem, hogy ez 10-ből 5 ember lehet, hogy érti, de hogy a másik 5 nem, az egészen biztos. Tehát én a saját egyébként értelmiséginek nevezett környezetemben tapasztalom azt, hogy ugyanúgy nem érthető és tiszta ez a dolog, mint hogy nekem sem.
Hogy ezt hogy érteted meg ennyi emberrel, és súzol rájuk még egy előválasztást? Tehát bennem ez, ami felmerült problémaként. Jó, szerintem a kevés idővel érvelni az kicsit irreális. Tehát, hogy blokkolják a DK ilyen-olyanokból az előválasztást, majd azt mondják, hogy kevés az idő. Hát persze, hogy kevés az idő, hiszen eddig nem engedtétek. Másrészt szerintem az előválasztás az pont arra, tehát az előválasztás az két oknál fogva is nagy innováció volt, most leszámítva a végeredményét a Márki-Zay Pétert. Egyrészt innováció... Az volt a legnagyobb innovációja. Egyrészt azért volt innováció, mert akárhogy is valamennyire egy demokratikus döntéshozatal. Tehát, hogy egy olyan országban, meg egy olyan politikai versenyben, ahol nyilvánvalóan teljesen két táborra szakadt a világ, és van az összefogás mögött azért egy nagyfokú választói logika, ott azért jó, hogy van verseny. Másrészt meg egy iszonyatosan nagy PR akció volt ez az ellenzéknek. Tehát, hogy amikor a Márki-Zay megnyerte az előválasztást, hetekig az előválasztás tematizálta a magyar közéletet. Tehát, hogy az elmúlt 5 évben szerintem 2 hét volt, amikor nem a Fidesznek a különböző gyűlöletplakátjai uralták a köztereket és a közgondolkodást, és az a 2 hét, az a 2x2 hét az egyik az első előválasztás az önkormányzatin, a karácsonnyal, meg a ki az a televíziós Kálmán Olgával, a másik meg a Márki-Zay Péteres. De ez be volt csatornázva, András, nem? Ez egy olyan PR volt, aminél tök egyértelmű volt, hogy ez a PR hova hajt és mit csinál. Ez most nem egy ilyen történet, tehát hogy hát szétverték. Itt most picit ne az LP-vel foglalkozz, picit most ne is a közgyűléssel, most nézzük azt, hogy az önkormányzatnál vagy a te kerületedben, tehát hogy nincs... Tehát ez nem egy olyan egyértelmű PR akció, ami valahova egyértelműen hajtja be annak az eredményét. Ez az előválasztás. A következő hír egy idézet lesz. Az első mondatot mindjárt egyébként nem értem. Kedvenc hüttényben. Mi az a hütte? Jézusom. Te nem síjelsz. Én nem síelek. A hütte az a hely, ahol síelés helyett ülök én például, de megveszem a bérletet, csak lecsatolom a lécet, beülök, és ott egy 8 órát egy gőzgombóc felett el lehet tölteni. Aha, tehát hogy ez egy ilyen síeléses... egy alibi hely a hütte. Én sajnos nem vagyok ennyire az elit része, nem járok síelni. Na mindegy, tehát hogy akkor... Nem feltétlenül síelés, ez jobban elhelyezi akkor a történetet. Egyébként ez egy Instagram poszt, ami... Nem gondoltam volna, hogy itt elakadunk. Most ez engem is meglepett. Ez egy Instagram poszt, de én tovább viszem, nem akadunk el, tovább viszem. Ez egy Instagram poszt, amin Rácz Jenőt látjuk egy hatalmas bécsi szelet társaságában, meg a felesége társaságában, és ő írja, hogy kedvenc hüttényben, amit most már tudunk, hogy... Csak akkor hogy előbb mondta a bécsi szeletet, mint a feleségét. Hát, fontossági sorrendben, természetesen. Tehát a hüttékben vannak, tehát, hogy Rácz Jenő siel, és azt írja, hüttében. Hogy... Hüttében. Nem, nincsenek hüttékben. Csak segítek, mert most tanultuk meg ezt a szót, hüttéjük. És azért mondom, az hogy... Az ő kedvenc hüttéjükben vannak. Igen. Jó, mindegy. Imádom a bécsi szeletet, mondja már Rácz Jenő. Nyilván imádja a feleségét is, de ő se teszi hozzá. Imádom a bécsi szeletet. Jó érzés minőségi időt tölteni a feleségemmel. Miközben bécsi szeletet eszek, tehát hogy ez is milyen, na mindegy. Tehát jó érzés minőségi időt tölteni a feleségemmel, és közben tudni azt, hogy amíg mi vacsorázunk, addig az állampapírba fektetett pénzen folyamatosan dolgozunk, értünk, hashtag állampapír, hashtag MÁP, hashtag megtakarítás, hashtag befektetés, hashtag kamat. Így nyaral a Rácz Jenő. Ti nem lettetek volna ott, amikor ezt kitalálja? Tehát, hogy hogyan lássam el azt az influencer munkát, amiért most ennyi és ennyi pénzt kapok? Tehát, hogy hogy kössem össze? És hogy megszületett ez a megoldás, ami ugye minden csak az influencer tevékenység ő értelmét nem teljesíti be. Nekem az a kedvencem, amikor láthatóan jó módú emberek próbálnak ilyen befektetési, gazdasági tanácsokat adni, és valahogy soha nem az merül fel, hogy hogyan szed össze azt az összeget, amit hogyha beteszel állampapírba, az már tényleg úgy jövedelmezik, hogy egy szabad szemmel jól látható összeg, hanem ez a kiindulás, hogy ez megvan. Te már itt a fontos részletekbe veszel el. Én el se jutottam idáig. Én csak azt néztem, hogy mennyire hatékonytalan, igen. Tehát, hogy nem hatásos poszt ez is, hogy mennyire nem erről szól az influencerség, de az Andrásnak írtam, hogy ezt nem tudom, láttátok-e, hogy a
Tibi atya, meg a Tibi atya brand egyik létrehozója, a Máté is posztolt ezzel kapcsolatban. Egyébként tök vicceseket. Tehát, hogy a Tibi atya három különbözőt, a Máté csak egyet. És hogy egyszer csak kiposztolta a Máté, hogy, hogy hát Rácz Jenő üzenetet szeretne küldeni neki. De csak ennyit lehetett látni a képen, és akkor írta, hogy vajon lesz a feljelentés, és akkor a következő poszt az az, hogy ugyan kitakarta az üzenetet, de az utolsó mondata az, hogy feljelentést teszek ellened. Tehát, hogy mindezt azért, mert ő kitesz egy nyilvános Instagram posztot, ami ráadásul egy influencer tevékenység, tehát, hogy ő ezért ugye pénzt kap, vagy állampapírt, nem tudom. Ezt megosztják mások, írnak hozzá egy sort, amiben semmiféle fajta becsületsértés nincs, sőt, egyébként szórakoztató, és ő beindul, mint egy ilyen védés dadszövetség az állampapírokért, és feljelentéssel fenyeget. Ez megtörtént a konkrét üggyel kapcsolatban? Ez most történt, igen. Igen. Mert megfenyegette a Rácz Jenő a Tóth Mátét. Egyébként azt kommentelte hozzá a Tóth Máté, hogy ő szerinte nem az állampapírra jó befektetés, hanem a kriptotőzsde. Azt írta, hogy plusz egy érv a kripto mellett, amikor ilyeneket látok. Ennyit, igen. Igen. Egyébként az is ilyen... Az a másik őrület szerintem, igen, a kriptó, amikor az influencerek, igen, megpróbálják elmondani, hogy milyen kriptóba fektes, amiért egyébként nagyon sok esetben ők juttatást kapnak. Tehát szerintem nagyjából a kettő tök ugyanaz, csak egy másik termék van a fókuszban. De szerintem tényleg ebben az egészben nekem a leggázabb az maga ez a típusú influencer tevékenység, ami nem funkcionál. Tehát ennek semmi értelme, ezt nem így kell csinálni, és hogyha azt gondolják az állampapírosok, hogy ez jó, és erre jó a Rácz, nem, ettől senki nem fog ebbe fektetni semmit. Ezt nagyon rossz minőségű reklámnak hívják. Több mint 3 órát kellett várni Curtisnek, hogy kiérjen az édesanyjához hívott mentő, osztotta meg a rapper és testvére a Facebook oldalukon szombaton. Állítása szerint az édesanyjuknak nagyon magas, 17,9-es volt a cukra, zavart volt és fájt a lába. Ezt követően többszöri egyeztetés ellenére a család értesítése nélkül küldték haza a 70 éves nőt a kórházból, méghozzá betegszállítóval. Curtisék ezt a hírt meghalva átmentek a tőlük 5 percre lévő lakáshoz, ám az édesanyjukra egy emelettel lejjebb bukkantak, köntösben, mezitláb, sírva, egy instabil műanyag székre támaszkodva, azt maga előtt tolva, mintha a járást segítő kocsija lenne, pokruccal földre dobva, holmiai szatyorban egy kilincsre akasztva. Azóta annyi történt, hogy a betegszállítót ugye volt vizsgálat is, de nem az hozott eredményt, hanem végül jelentkezett a betegszállító cég, és azonnali hatállyal kirúgták ezt az embert. És akkor egyébként még annyi történt, hogy Curtisék édesanyjára másnap reggel eszméletlenül talált rá a családja, így ismét kórházba szállították, de mint mondják, most minden flottul ment, leszámítva azt a kérdést, hogy miért engedtek haza valakit úgy, hogy másnap ismét rosszul legyen. Azért a horror történetből egy fontos részletet kihagytál, többet hogy amikor először hívták a mentőt, a Curtisék, ugye nem volt jól az édesanyjuk, akkor 3 órát... Ezzel kezdtem. Ja, elhangzott? Több mint 3 órát kellett várni a Curtisnek, ja, hogy kérjük. Egyre rövidebb az a memória. Nagyon. Tényleg, András, ez nagyon durva. Ijesztően. Már egy felkonfon belül felejtjük el, hogy mi van. Ja, nekem fel se tűnt, komolyan, bocsánat, elnézést kérek. De van itt amúgy, mert itt hagytam ki érdekességet, mert egyrészt meggondoltam, hogy hát ha ti is észrevesztek érdekességeket, de hogy ami még itt szerintem, tehát hogy tudom, hogy nem ez a fő hír, csak hogy itt megpróbálták elérni ezt a betegszállító céget többen, akik ugye hazavitték az édesanyját, és hogy én már ott megálltam egy picit ebbe a történetben, hogy nem lehet elérni egy betegszállító céget, tehát hogy nem működött a honlapjuk, nem volt e-mail cím, volt egy megadott Semmit szám. Nem lehet elérni az országba. Én a főgázt próbáltam valamikor elérni. De azt értem, hogy nem lehet elérni, mert azt minden hozzád hasonló hívogatja, de hogy érted egy betegszállító céget. De egyébként meg a főgáznál van egy szám, amit azért elérsz. Nem? Vagy nem, és automata, de nem érsz, és automata van. Amúgy ezt olyan sokan mondják, hogy a közművekkel nem tudnak, én nagyon ritkán telefonálok, de akkor egyből elintézem, vagy nem tudom, ez egy nagy szerencsém. És nem lehet telefonon intézni a közművekkel, legalábbis a gázműveknél nem lehet telefonon intézni, mindenhez be kell menni személyesen, és én 2 dolgot akartam elintézni, kértem 1 időpontot, na ez nagy hiba volt, jöhettem vissza még egyszer, mert
mert két dolgot átírni a számítógépben, azt nem lehet egyetlen időponttal, tehát hogy mm-hmm. ahhoz két időpont kell. Na mindegy. Csak hogy ezt a számot végül felhívták, hogy találtak egy számot, de ezt meg egy olyan ember vette fel, aki 8 éve eladta ezt a céget. Tehát, hogy az is egy érdekes történet, hogy azért ezekkel a betegszállítókkal a kórházak vagy a mentőszolgálat valamilyen kapcsolatban áll, még hogyha nem is az ő felelősségük, de hogy azért ezek olyan cégek, akik a magyar egészségügyben dolgoznak, és hogy ilyen szinten lekövethetetlen vagy lenyomozhatatlan legyen egy ilyen cég, ez nekem egy kicsit ilyen furcsa. Konkrétan ők is közpénzből működnek, tehát szerződéses kapcsolatban állnak, most vagy a mentőkkel, vagy nem tudom kivel uh-huh. közvetlenül, de hát könyörgöm, azért ez egy alapvető elvárás lenne, hogy valamilyen hozzáférés, ne adj Isten, még azt is lehetne tudni, hogy miért pont azt a céget bízták meg, milyen elvárások voltak, milyen elvárásoknak kell megfelelni, tehát azért nagyon-nagyon sok kérdés felmerül szerintem ezzel kapcsolatban, hogy egy ilyen cég abszolút nem elérhető. Igen, bár bennem felmerül kérdés a Curtis-ék felé is ebben a sztoriban, és nem akarok én lenni itt most a rémes ember, csak hogy hát, hogy nekem így fura, hú, te csúnyán néztek, hogy szóval, hogy ő így elmondja, hogy hány órán keresztül volt bent az anyja a kórházban, és ő telefonálgatott, de hogy nincs ott senki vele, vagy nem tudom, tehát hogy az... Tehát, jaj, na igen, én sejtettem, hogy ezt fogod hozni, olvastam az ilyen véleményeket, szerintem semmi közünk hozzá, tehát hogy semmi jó, közünk hozzá. Jó, abszolút, az, hogy, igen, ezt akartam mondani, hogy nem tudom, akarom hogy hallgatni azt, hogy Curtis magyarázkodik a nyilvánosságba, hogy nem tudtam ott menni édesanyám mellett, András, mert a szurikátám rosszul volt, és ő neki az életét kell megmenteni. Hogy vannak egy csomóan testvérek, és bennem az merült fel, hogy ugye ő azt nyilatkozza, vagy azt posztolták ki, illetve a testvére, mert Széki Tibor aláírás volt a posztnál, nem Széki Attila, de hogy itt az a lényeg, hogy ők tulajdonképpen ugye azt nehezményezték, hogy 12 percenként telefonáltak a kórházba, hogy mikor mehetnek már érte, és hogy mindig azt mondták, hogy még nem, és majd telefonálnak. Tehát, hogyha 12 percenként jelzel egy kórházba, hogy mikor mehetsz, tulajdonképpen miért nem vagy ott? Tehát de miért lennél ott? Miért lennél ott? Mit csinálsz? Hogyha nincs látogatási idő, be sem mehetsz, annyit tehetsz, hogy oda mész a kórházhoz, és a kórház elől telefonálgatsz. Most ez lehet, hogy téged... A mentővel is egyedül ment el az édesanyja, hiszen elmondta, hogy ott, mert külön élnek. Tehát, hogy ezt ne nyissuk meg ezt a rossz gyerekek a Széki gyerekek, mert hát nem voltak az anyjuk mellett, amikor az rosszul volt, meg amikor hazajött volna a kórházból, akkor nem várakoztak vigyázállásban a kórház előtt. Tehát, hogy ezeknek a Széki gyerekeknek... Nem erre gondolok, András, de hogy például, tehát, hogy mondjuk hazahozol egy kórházból valakit, és magára hagyod éjszakára, és akkor reggel megírják, hogy eszméletlenül találták, tehát hogy nem tud... De a pont ez a lényeg, jó, hogy a kórházból hazaküldték, hogy ő rendben igen. van. Igen, tehát nem ezért nem... is mondtam, hogy ez hogy lehet... Te hazahozod a kórházból, és utána hány napig kell vele apáddal, anyáddal aludni, amíg már elmehetsz, és élheted az életedet jó, a családoddal. Jó, elnézést, én magamból indultam ki, meg abból, hogy mondjuk az én családom, vagy én, hogy működöm, tehát, hogy én egy kevésbé közeli emberrel is elmentem a mentővel, és ott voltam, amíg azt nem mondták, hogy most itt fog maradni egy napig, tehát de ennyit. Ez nagyon-nagyon jó fejség, tehát, hogy mint nem pozitív jó fejség, példa, hanem szerintem ez a... Nem, tehát, nem, hogy nekem nincs olyan a fejem, tehát figyelj, ha az én anyámat kórháza viszik, olyan nincs, hogy én onnan hazamegyek. Ahogyan ő is ezt tette velem, tehát, hogy egy sima mandula műtétnél is ott volt, amíg engedték, utána hazament, és visszajött reggel, hogyha van valami, akkor ott legyen, mi így működünk, én ebből tudok kiindulni. Nekem ez feltűnt, hogy ez olyan furcsa, hogy nem megy el a mentővel valamelyik családtag. De erre mindig van lehetőség? Esetben. Nem, abszolút nincs, és ezt is tudom. Tehát, hogy ezt is el akartam mondani, csak most érted, így a Curtis-éknél így ők vannak sokan, tehát egy nagy család, hogy így ez felmerül, de természetesen erre nincs, és nem tudom, én egy tök szerencsés ember vagyok, csak hogy én ebből indulok ki, hogy egy barátommal is elmegyek, és ott vagyok, és amíg lehet, vagy amíg van értelme annak, hogy ott legyen. De ez a fontos szerintem, hogy amíg lehet, és erre nem tudjuk a választ. Tehát engem nem lehet azzal vádolni, hogy én nagyon-nagyon bírom a Curtis, sőt, de ebben az esetben őt elővenni emberileg, és... Nem, én azt mondtam, hogy bennem így felmerült ez. Az, hogy felmerülnek kérdések, az adott esetben szerintem rendben van, csak ahogy András, te is említetted, ránéztél a
kommentekre, és ebbe a hibába én is belefutottam, és nem az történik, hogy felmerülnek kérdések, hanem az ítélkezés, a gusztustalan, nem tudom, mocskolódás. Elkezdték mocskolni a igen, krömiszt, ezt nem láttam, esküszöm, tehát, hogy semmit, tehát, hogy, de akkor mondjátok, hogy mi, tehát, hogy ezért? Aha, ezért. Hogy a jó fiú ott van az anyja mellett egy ilyen helyzetben, és a nem jó fiú, aki nincsen ott, miközben nem így nem, működik, az élet nem így működik. Van, tehát, tényleg, hogy egész egyszerűen... Meg nincs is közünk hozzá, ebben tök igazad van, ezt én is szedtem volna hozzátenni. A másik része egyébként ennek a dolognak a Curtis-en túl az, hogy megint azon csattan az ostor, aki a tápláléklánc legalján van. Tehát a szerencsétlen betegszállító, aki nyilvánvalóan egyébként lelkiismeretlen volt, valószínűleg sietett, valószínűleg fáradt. Várj, hogy tudsz annyira sietni, hogy ott hagyj egy embert a folyosón köntösben? Például, ha a munkáltatód elvárja azt, hogy ezt az öt embert x idő alatt szállítsd haza. De és nem hogyha... csöngetsz be? Hogy, tehát, hogy legalább betedd a lakásba? Figyelj, hogy nincs nála kulcs, vagy nem hívsz fel valakit? Teljesen általános működés. Tehát, hogy egész egyszerűen így működnek a betegszállítók. Nekem az édesapámat hozta haza a betegszállító, és azt mondta, hogy ő a ház előtt leteszi, és kész, valaki várja őt otthon. De valaki várja őt, de itt nem történt meg ez az egyeztetés, hogy valaki várja mert őt. Nem telefonálta. Nem egyeztetés volt, egy parancs volt, közölte, hogy ő nem. Ő kirakja ott azt a szerencsétlen embert, és aztán vagy bejut a házba, vagy nem. De nektek ennyi. Szólt, nem, hogy valaki legyen ott, különben ő igen, ott. De erről beszélek, de, hogy ez itt ebben a sztoriban nem történt nem meg, András. De ez nem egy egyeztetés. Hát annyiból, nem, de, nem, hogy nem. Tájékoztattak, hogy visszük, ott hagyjuk. És várjál is úgy egyébként, hogy ez a Veszprémi kórház, hogy hat órán keresztül várakoztatták az apámat, hogy elinduljon az a betegszállító autó. Tehát, hogy gyakorlatilag azt kellett megoldanunk Budapestről, hogy egy 8-10 órás intervallumban legyen valaki a háznál, hogyha apámat meghozza a betegszállító, akkor be tudjon menni a nevébe, az otthonába. De hát, értem, abszolút, csak olyan... valami jelzés van arra vonatkozóan, hogy visszük. Ha nem felejtenek el felhívni. Hát, de könyörgöm, az nem jelzés, hogy visszük 6 vagy 8 óra múlva, sőt, de még ezt sem mondják, hogy 6 vagy 8 óra, mert ők azt mondták, hogy viszik, majd mit tudom én, 11-kor elindulnak, és ehhez képest, mit tudom én, 17 órakor indultak el. Fél, olyan elképesztő állapotok vannak, olyan katasztrofális hozzáállás van, annyira, hogy mondjam, egy darab hús az ember, amit ide-oda dobálnak, hogy az egészen elképesztő, és mondom, és hogy... ott hagyod a folyos, én ezt nyilván nagyon lelkiismeretlen ez az ember, nyilván csak az a helyzet, hogy neki tőle, neki nem elvárás, hogy azt az embert azt tényleg biztonságba helyezze. Az az elvárás, hogy tegye meg azt a kilométert, amit aztán majd kiszámláznak a kórháznak. És hogyha ő nem e szerint a protokoll szerint tájér, szerintem az, ami a Curtis anyjával megtörtént, szerintem az napjában tucatszor történik meg ebben az országban, csak pehére a cégnek, meg a pehére a sofőrnek, pont a Curtis anyjával csinálta meg, akinek van egy bulvár felülete, ahol el tudja mondani azt, hogy milyen sérelem érte, és nyilván ilyenkor persze, beindul a gépezet. Ahogy a mentős diszpécserek is napi 10 000 emberre rácsapják a telefon, de ha Gálvölgyi dorkával csinálod, akkor egy picit nagyobb hírértéke van. És nyilván beindul a gépezet, de a gépezet nem úgy indul be, hogy azt mondjuk, hogy te jó Isten, valami nagyon el van rontva a magyar egészségügybe, hogy alacsony a finanszírozás, alul fizetettek a sofőrök, egész egyszerűen kevés a betegszállító is, egy állandó rohanásban vannak, hogy önmagukat utolérjék a nyomorultak, hanem az a megoldás, hogy jó, hát akkor kirúgjuk ezt az embert, végül is akkor minden rendben van, ugye? És hát ez a tragédiája igazából ennek az egész történetnek, most túl azon, ami a szerencsétlen asszonnyal történt. Megy a felelősség áthárítás minden oldalról. Ugye a mentőszolgálat azt mondja, hogy ja, hát ez külsős cég végzi, amiben nyilvánvalóan igaza van, de megint nem beszélünk arról, hogy most nem tudom, hogy a mentőszolgálat, vagy ki az, aki kiválasztja azt, hogy milyen hasonló céggel lehet szerződést kötni, és milyen szempontok alapján, mik az elvárások, hogy mit tartalmaz. Hogy van oda a felvétel? Hogyne, igen. És kit érdekel, hogy külsős cég? Tehát, hogy ezt miért mondják a közvéleménynek? Könyörgöm. Azért, mert ezzel azt gondolják, hogy innentől kezdve nem az ő problémájuk, de
ez szerintem egy ilyen nagyon nincs nagy... Így. Hát én is így gondolom, de ők azt, én úgy gondolom, hogy ők azt mondják, hogy ezzel ők tisztára vannak mosva, mert kiadták a felelősséget, de könyörögve kérem, hát ezt a céget valaki kiválasztotta, ez a cég havonta számlázik. Oda valahogy ezt... felveszik az embereket, ahhoz kell valami képesítés, ezt valaki jóvá hagyja. Igen, tehát egy csomó, nem teljesen... Elképesztő állapotok vannak. És az, hogy az emberrel nem beszélnek, nem egyeztetnek, nem tudsz semmit, hívogatott a kórházat, nem mondanak információt, teljesen átlagos, teljesen mindennapos dolog. Nem, hogy egyébként a rokon nem jut sokszor információhoz, maga a beteg sem, hogy mi történik vele a következő órákban, milyen vizsgálatok lesznek, mi a baj, nagy a baj, mennyi időre számíthat, hogy itt marad, mindenki vonogatja a vállát, meg rohan, és egyébként én még csak tényleg nem is az orvosokat vagy a nővéreket érzem ebbe felelősnek, mert azt érzem, hogy az a munka, amit el kell végezni, az egy hősies dolog, hogy ennyi ember ezt ilyen színvonalon meg tudja oldani. De az a helyzet, hogy azért tényleg ezen valahogy változtatni kéne. Több nővérrel, több orvossal, normális betegszállítókkal. Csak ki kell rúgni, akivel éppen a probléma van, vagy éppen a probléma kiderült. Csak hát igen, ezzel hosszú távon nem oldanak meg semmit, úgy gondolom. Az, hogy valaki erre használja a nyilvánosságot, hogy egy ilyen történetet elmesél, szerintem ez nagyon is helyes, mert ahogy elmondtuk, azt feltételezzük személy szerint én is, hogy ez egy mindennapos történet, hogy ilyen előfordul. De nem viszont, tud ilyen fényt kapni. Igen, és amikor egy-egy ilyen sajnálatos eset történik, akkor szerintem valamilyen tekintetben jó az, hogy a közvélemény elé kerül, hogy mégis... Mint a Gálvölgyi János esete is. Tehát nekem én is abszolút az jutott. Annyi, hogy itt van ez a 3 órás mentővárakozás, amit ugye ebben az esetben elmondta Györfi Pál is, meg ha csak úgy ránézünk, én is azt gondolom, hogy ilyen kevés mentő mellett egy ilyen esetben, ahol zavart valaki, de mondjuk vannak vele, mert nekem az jött le ebből, hogy nincs egyedül abban a helyzetben, akkor lehet, hogy igen, ő hátrébb rangsorolódik, csak például nekem mondjuk erről eszembe jutott, hogy Eszenyi Enikő kicsit meghúzza a csuklóját, és 3 perc alatt ott a mentő a játékszínnél. Tehát, hogy itt az ilyen típusú diszponálgatásokban is biztos, hogy van valami rendszer szintű probléma. Hát már egyáltalán az a válasz, milyen válasz, hogy világos, hogy rangsorolnak, hogy aki éppen elvérzik, az lehet, hogy egyel fontosabb, mint az, aki meghúzta a csuklóját. Ez rendben van, de hát akkor is, hogyha valaki mentőt hív, én merem feltételezni, hogy annak oka van. Jó, hát ő egy nemzeti kincs, tehát hogy ugye azt megtudtuk. Tehát most nem a csukló meghúzása, például a Curtis anyukájára gondolok, hogy annak oka van, hogy valaki mentőt hív. És 3 órát várni, akkor is, hogyha a diszpécser úgy gondolja, hogy ott nincsen akkora baj, azért azt az... Nem, abszolút, igen. Tehát, hogy ez a másik, amire ez egy picit így rávilágít, tehát, hogy ez a poszt, vagy ez a történet, és én is örülök ennek, attól inkább félek, hogy semmilyen változás hát nem lesz. Tehát, hogy vagy nem... Hát nem, csak beteg ne legyél. Igen. Hát igen, amikor ilyen esetek előkerülnek, akkor ki lehet rúgni a betegszállítót, a mentődiszpécsert, és utána úgy lehet csinálni, mintha mostantól ugye minden rendben lenne. A korábbinál sokkal elterjedtebb home office-nak és a rugalmas munkabeosztásnak köszönhetően az átlagosnál kevesebben utaznak hétfőn és pénteken. Így indokolta Karácsony Gergely a BKV járatritkítását. Majd letagadta, hogy ritkítás történt volna, az őt bíráló Vitézi Dávidot középszerű politikusnak nevezve. Figyelj, én komolyan mondom, hogy kicsit gondolkodtam, hogy a Karácsonyra szavazok, de ez egész egyszerűen vállalhatatlan, amit előad ez a figura. Vállalhatatlan. Tehát így belehazudni az ország, a budapestiek pofájába, én tényleg nem, nekem erre nincsenek már szavaim. Tehát kezdődik ott a történet, hogy BKV csinál egy járatritkítást. Szerintem egyébként ez akár rendben is lehet, sok oknál fogva lehetséges, hogy kevesebben utaznak, lehetséges, hogy nincsen pénz, mert a kormány nem ad, Orbán Viktor kivérezteti a budapestieket, lehet az, hogy nincs elég buszvezető, ezt is tudjuk, tehát valami oka van. De ezt elmondja Karácsony Gergely, hogy méréssel ők ezt igazolni tudnák, hogy ez egy megalapozott
döntés, csak hát ne hívjuk járatritkításnak, mert azért ne nevezzük már a nevén a gyereket. Hivatkozik egy ilyen mérésre, csak hol van ez a mérés? És hol van a tanulmány, ami készült ebből? Hol van az, hogy... Ezt most kérték a civilek. Hát ne, nagyon, ne. Nagyon helyes, hogy kérték. Az egész sztori az úgy kezdődik, hogy itt törvényi kötelezettség ilyen esetben, hogyha változtat a menetrenden, tehát ha szűkít, ha növel, tájékoztatni kell az embereket. Társadalmi egyeztetés kötelező. Ez kell egy társadalmi egyeztetés. Ez nem történt meg. Nem tőlük, várjál, nem tőlük tudták meg. Hát. A végtelenül demokratikus budapesti városvezetés nem egyeztet, nem tájékoztat. Oké, rendben van, de kiszúrja a közlekedő tömeg nevű civil szervezet, hogy itt azért valami történt, jóval kevesebb a busz. Erre a Karácsony Gergely elkezd hazudozni a hétfőn meg pénteken kevesebbet utazó Havanna lakótelepi emberekről, hogy menjen a francba, de tényleg menjen a francba. Tehát, hogy én elhiszem, hogy ez a home office, ez egyébként egy létező jelenség, sokan csinálják, de hogy méred? De például? Hát, tehát ez nincs. Lehet, azt lehet mérni, hogy hányan szállnak fel egy buszra, de az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy egyébként azokon a vonalakon, ahol járatokat csökkentett a Karácsony Gergely, iszonyatos tömeg van. Tehát, hogy nem indokolja a járatcsökkentést az embereknek a száma, hanem ők ezt kitalálták, mert a saját ismeretségi körükben, nyilván Budán meg a körúton belül, ott nagyon sok ember dolgozik home office-ba, meg nagyon sok embernek rugalmas a munkabeosztása, de az a helyzet, hogy azokat a külső pesti kerületeket azért szociológiailag jellemzően nem a rugalmas beosztás, meg a home office jellemzi, hanem olyan emberek, akik minden nap reggel 7-kor állnak sorba a 7-es busznál, és most kevesebb a 7-es busz, mert Karácsony Gergelyék nem tudni, hogy mi oknál fogva, úgy döntöttek, hogy kevesebb legyen is. Tudni, Karácsony Gergely azt állítja, hogy ez alapozza meg azt, hogy más vonalakon pedig bővítsék a járatokat. De nem tudjuk meg. De ezt mondta, hogy ez alapozza meg? Nem azt mondta, hogy nincs járatritkítás, hanem bővítés van? Tehát azt is mondta, de azért én azt olvastam ki a szavaiból, hogy ő úgy gondolja, hogy azokat a buszokat, amiket onnan elvesznek, majd beteszik máshova. De erről nem tudunk semmit. Egyelőre... Tudunk. Tehát a Karácsony Gergely azt mondta, amikor elkezdett magyarázkodni, hogy igen, van kapacitás csökkenés bizonyos vonalakon, de máshol átszervezésnek hívjuk. Igen, máshol meg kapacitás növelés, és ez nem járat ritkítás, hanem átszervezés, hiszen bizonyos vonalakon jobb lesz a helyzet. Csak hát van nekünk egy menetrendünk, és a menetrendből pontosan kiolvasható, hogy hány busz közlekedik a városban, és a feketén, fehéren kiderült, hogy egyetlen helyen sincsen kapacitás növekedés. Mert az majd 2 hét múlva lesz, tudod. Ja, hogy az majd hónapok múlva lesz. És az, hogy ezt egy választási kampány kellős közepén megcsinálják, hogy hazudoznak, nem tájékoztatnak, utána még arrogánsok, és kioktatják, és az, hogy így a Karácsony Gergely közli a Vitézi Dávidról, hogy ő egy kitűnő közlekedési szakember volt, de hát egy középszerű politikus lett, hogy basszus, lehet, hogy a Vitézi Dávid egy középszerű politikus, de ne a Karácsony Gergely állítson ki róla a bizonyítványt, mert ő még az se. Tehát, hogy... Most nem azért, hogy védjem, tényleg nem, csak mint szempont hoznám be, hogy azért itt a bérletekről is beszéljünk egy kicsit meg, tehát, hogy vagy legalább említsük meg azt a költségvetési hiányt, amivel küzdenek. De akkor mi van? Ne, tudtam, kész. De azzal kezdtem, hogy nem akarom megvédeni. Nem dolgom nekem, mint utasnak azzal foglalkozni, hogy neki van-e pénze, vagy nincs. Tehát ezt is szerettem volna elmondani. Szerintem az egy validálítás, hogyha azt mondja Karácsony Gergely, hogy finanszírozási problémák vannak, és nem tudjuk tartani ezt a menetet. Abból is elég van, érted, hogy elege van mindenkinek, hogy ő megállás nélkül áldozati pózba vágja magát, és másfél évig ezzel riogatni, hogy hát itt le fog állni a békák. Igen, figyelj, csak annyit akartam mondani arra, amit az András mondott, hogy azt mondja, hogy hazudozik, és nem tudom, hogy én a szándékosságot emögött nem feltételezem, tehát hogy nem a gerinctelen politikusok közé sorolnám ettől még, hanem esetleg, jó, mindegy, be se fejezem, mert nem tudok ebből jól kijönni, csak hogy azt azért vegyük észre, hogy van
van itt egy probléma, tehát például a havi bérletek árának alacsonyan tartása, ugye amikor megemelkedtek a vonaljegyárak, tehát hogy például mi ebben a városban tényleg olcsón utazunk, ez valószínűleg senkit nem érdekel Győrben és Veszprémben, de hogy itt most nekünk ennyiből ez fontos tud lenni, ennek is ára van, hogy ez ennyibe kerüljön. De ott válik gerinctelenni a történet, amikor ő nem hajlandó a valódi tényekről beszélni, de oly módon nem, hogy amikor elhangzik, persze, hogy járatritkítás, akkor kikéri magának. De nem, tényleg tök igazatok, nem, semmilyenben nem védem, de, csak a szándékosságot csak én nekem az a föl. De milyen szándékosság? Hogy ez azért követi el, érted, hogy nekünk rémes legyen, és hogy ő hazudjon. Nem tudom, hanem mert egy idióta, aki egy csomó mindenbe úgy áll bele, hogy nem áll bele, hogy de nyilván nem akarja, hogy rémes legyen nekünk, nyilván nem akarja ellehetetleníteni a szerencsétlen pestieknek az utazását. Egész egyszerűen vannak kényszerek, vagy nem odafigyelés, vagy valami, csak egész egyszerűen tisztességtelenül csinálja. Sunyog és hazudozik. És ez a probléma is. És amikor valaki sunyog meg hazudozik, akkor szerintem nem része a diskurzusnak, hogy az Orbán Viktor eközben meg szintén sunyog meg hazudozik, mert kezeljük egy problémának az egy problémát, Karácsony Gergely egy probléma. És az ő hazugságát nem teszi semmisi az, hogy az Orbán Viktor nagyobbakat hazudik meg, hogy az András Orbán Viktor ilyen vagy olyan pénzeket elveszt tőle. Tehát én nem azon vagyok nem vagyok azon felháborodva, hogy járatritkítás van, pedig én tényleg csak BKV-val járok. Hogyha elmondja nekem a városvezetés, hogy nincsen pénz, mutogasson az Orbán Viktor, hogy Orbán Viktor miatt nincsen pénz, bármilyen oknál fogva megcsinálják, akkor azt gondolom, hogy nyilván szívom a fogamat, lehet, hogy majd egy másik jelöltre fogok szavazni, de ez egy polgári, tisztességes tempó és eljárás. Amit a Karácsony Gergely csinált, az meg a szöges ellentét ennek. Főleg ebben a kontextusban, hogy gyakorlatilag így kiszivárgott, tehát nem volt olyan utastájékoztatás, ami ennek kellett volna lennie, és ez az ostoba, jaj, majd máshol bővítünk frázis, hát nem tudom, tehát a minimum az lenne, hogy erről készül egy felmérés, abból egy tanulmány, egy javaslat, és ezt megosztják az emberekkel, vagy legalább azokkal a szakmai szervezetekkel, akikkel érdemben tudnak erről vitatkozni. A használt áruk egyre növekedő piacáról fogunk beszélni, az apropója pedig nagyjából az, hogy nekem most nyílik fel a szemem bizonyos tekintetben, hogy mekkora kereslet van a használt árukra, és... Csak nem azért, mert regisztráltál valahova, amivel nyaggattalak. De részben, illetve hát akárhogyan is próbálja az ember nem tudatosan elkerülni, de nem tudom, hogyha picit többet használsz mondjuk Facebookot, vagy bizonyos platformokat, akkor ezek jönnek, és nem nagyon tudod elkerülni. Ez az egyik, a másik meg, hogy kettő olyan termékről hallottam, vagy láttam, amit így használtan adnak, vesznek, és számomra meglepetést okozott. Az egyik ilyen, lehetséges, hogy ez csak az én valóságomban nem fért bele, hogy a használt autógumiknak van piaca, tehát valaki azt keresi, hogy ő használtan autógumit vásároljon, amit igazán nem értek. Tehát szerintem nagyon sok mindent... Gokertpályák. Kellékek. Tehát te egy alternatív felhasználásra gondolsz. Igen, kutyafuttatók, kutyatrénerek, kutyaiskolák és gokártpályák is. Tehát, hogy van annak olyan felhasználási módja, ahol tényleg tudod hasznosítani. De az egy virágcserép. De az egy újra felhasználás, tehát egy új funkciót fog kapni. Én meg úgy tudom, hogy árulnak olyan autógumikat, hogy leírják, hogy mekkora, nem tudom, mennyire kopott, mennyi idős, és az arra van, hogy te a használt autógumit feltedd az autódra. És én ezelőtt döbbenten álltam, hiszen azért egy autónak a biztonságát igencsak befolyásolja az, hogy milyen gumi van rajta. Jó, de az autón, amint elhagyja a segítsél a szalont, utána már használt lesz rajta a gumi. Tehát, tehát az a helyzet, hogy tehát használt gumi és használt gumi között is van különbség. Létezik, tehát a használt gumik egy része, az igenis jó gumi, és simán okay, benne van még 30-40-50 ezer kilométer. Hogy kerül le az autóról? Tehát számomra ez az egyetlen kérdés, hogy van egy autó, amihez tartozik egy vagy kettő szett
lett gumi. És mi történik azzal a gumival, hogy neked le kell cserélned? Hát az, hogy elhasználódik a gumi, mert elkopik az élettartamán, ugye túl van. És azzal mi történik, ha a kutyafuttatóba viszed, vagy bedarálják, vagy bármi, azt értem. De az, hogy a te használt autógumidat eladod, vagy valaki erre vevő legyen, hogy ő azt megvegye, mert te úgy ítéled meg, hogy neked az már nem elég jó, nem elég biztonságos, de neki jó lesz. Jó, vagy... Szerintem sokkal egyszerűbb a magyarázatra. Szerintem úgy van, hogy alapvetően mindenki két gumiszettben gondolkodik, és amikor megveszi a kocsiját, akkor van egy nyári gumiszett, meg egy téli gumiszett, és az első tél után úgy dönt, hogy, és ezt látjuk, amikor leesik az első hó, amikor mindenki csúszkál, az első tél után úgy dönt, hogy igazából a téli gumiszettet nem fogja használni, mert nagyon kevés az olyan nap, amikor csúszós az idő, amúgy sem szeret akkor beülni az autóba, elmenni, lecseréltetni a gumit, az idő, pénz, stb., hanem inkább felhagyja a nyári gumit, és fogja, és a téli szettjét eladja. Tehát, hogy szerintem például ilyen okok vannak emögött. Tehát azt nem hiszem, hogy létezik az a... Még azt az embert el tudom képzelni, aki el akarja adni az agyon használt gumiát, de azt az embert nem tudom elképzelni, aki vesz a kocsijára egy agyon használt gumit. Tehát, nekem is nehezemre esik, tehát, ezért hoztam ilyen, ezt ide. Igen, ilyen nincsen, meg ha más nem, a gumi is szól neki, hogy öreg, amit hoztál gumi, hát ezt már nem kéne felrakni az autóra. Tehát, hogy ilyen van. Egyébként ami igazán gátlástalan, és lehet, hogy az a vásárlóerő ebben a dologban, hogy van egy csomó, vagy én olvastam, nem tudom, hogy csomó van-e, de olvastam olyan típusú csalásról, akik azt csinálják, hogy felvásárolnak használt gumikat, és valahogy rendbe hozzák, mintha kívülről az ilyen újnak tűnik, csak nem olyan mélyek azok a barázdák, amiknek vezetnie kéne a vizet, meg nem tudom én micsodát, tehát hogy valójában életveszélyes a gumi, mert annyira vékony, hogy bármikor defektet kaphat, stb., és kvázi újként adják el. Tehát, hogy de hát ez nyilvánvalóan nem egy etikus kereskedelem, hanem ez már a bűnözésnek a kategóriája, de szerintem lehet, hogy onnét van a vásárlóerő az ember, meg nyilván hát próbál mindent eladni, amit csak tud, hogyha pénzét elti. Engem az lepett meg, amit mondtál, hogy téged meglepett, hogy milyen nagy a kereslet a használt dolgok iránt. Nekem meg pont az ellenkező a benyomásom, hogy én azt látom, hogy volt egy csomó dolog, milyen nagy vaterázók vagyunk, akik meg nem tudom én mi. Tényleg? A jó fogásos. Akkor vedd már meg azt a hegedűt, amit árul a kabaterán. Nem kell? Nem kell. Van már három hegedűm. De nem nálam kell is annyi van, mert lassan előjön az egész cigányzenekar, érted, de akármennyit pakolunk, úgyhogy igen. Hogy engem az lep meg, hogy mennyire nincsen piaca bizonyos dolgoknak egyáltalán, tehát hogy nagyon érdekes, hogy a bútoroknál, tehát ami nem IKEA bútor, azt szinte lehetetlen eladni. Tehát még a nagyon jó állapotban levő ágyak, szekrények, különösen, hogyha nehezek, akkor kb. Eladhatatlanok. Örülhetsz, hogyha a rossz állapotokkal, mivel rossz állapotban van, azt meg körülbelül, hogyha ingyér elviszik, akkor is már örülhetsz, mert legalább nem kell lomtalanításkor neked lecipelned, de körülbelül például a bútor fronton az a helyzet, hogy nagyon nehéz eladni. Az egy nehezített pálya. Igen. Pont a szállítás miatt, míg hogyha újonnan veszel bútort, azért minden kereskedő biztosít valamilyen szállítást, nyilván nem ingyen, de valamilyen módon meg tudod oldani. Az IKEA-s termékeknél meg ugye az, hogy lapra szerelve veszed, de például van külön Facebookon ilyen IKEA-s adok-veszek csoport, na ott rengeteg bútor van, és ott nekem felmerült bennem is a kérdés, hogy a kínálat iszonyatosan nagy, vagy kereslet is van rá, mert az, hogy egy kompakt, becsomagolt bútort, ugye te viszonylag könnyen haza tudsz szállítani, vagy szállítatni, de egy összeszerelt bútor azért már teljesen más kategória, és akkor jönnek azok a fajta bútorok, amiket szét sem lehet ilyen módon szedni. Az IKEA-nak abszolút van piaca, mert szerintem az van, hogy egyrészt az IKEA az nagyon trendi, tehát hogy nagyon sokan szeretik, másrészt miután sokan vásárolnak az IKEA-ból, ezért aztán, hogyha mit tudom én, kell egy mondjuk egy kis asztal, egy dohányzó asztal, stb., akkor olyan simán... is van, szóljál, hogyha kell.
simán felmész a jófogásra, és kiválasztasz egyet, és elhozod, és az illeszkedni fog a lakásodhoz, illeszkedni fog az ízlésedhez, stb. De mondjuk már az ilyen régi ilyen koloniál szekrények, én emlékszem, hogy a nagymamám az úgy beszélt a koloniál szekrényről, hogy az micsoda írtózatos érték, hogy hát, hogy az egy csoda, és tényleg hát ilyen masszív, brutális szerkezet, gyakorlatilag eladhatatlan. Én most adtam el 3 koloniál szekrényt. Tényleg? Igen, nekem viszonylag friss élményeim vannak. Ami nagyon megy most, mert ahhoz képest, hogy milyen mennyiségű bútort kell kiárulnom, ahhoz képest könnyen megy, de amúgy nem, tehát hogy ez most már másfél éve zajlik, de hogy nagyon megy az, hogy fiatalok kimondottan retróra rendezik be a lakásukat. Én azt gondoltam, hogy ez valami ilyen eseti trend, tehát hogy találkoztam egy ilyen sráccal, nem, tehát hogy ez tübörög, hogy ez a lakberendezési stílus, és próbálják összevadászni mindenféle helyről az ebbe illeszkedő bútorokat, és például azért a szekrény sorért, amiről nekem szent meggyőződésem volt, hogy ezt soha az életben nem fogjuk tudni, ráadásul tudjátok, így egybe van, tehát nem lehet szétszedni, ez valami iszonyat, elvitték, és ebből elvittek 3-at. Tehát, de másfél évig keresztül árultad. A speciál 2 hét alatt meg volt, tehát nem ezt, csak azért mondom, hogy sok bútor, tehát hogy az zajlik másfél éve, de hogy van ennek például egy ilyen típusú kereslete, hogy dübörög ez a retro cucc, és lehet, hogy az egész lakást mondjuk nem rendezed így be, de én most 3 ilyen emberrel voltam kapcsolatban, akik az egész lakást így, hanem mondjuk szeretnél egy-egy ilyen bútor darabot. Az IKEA-nál is van az, hogy vannak olyan típusú, csak mert olyanom is volt, olyan típusú IKEA bútorok, amiket az IKEA már nem gyárt. De ilyen nagyon klasszikus termékei voltak régen. Szeretnék svédül idézni most valamit, de nem tudok. És azokat például keresik, és ahol van ilyen, tehát hogy kimondottan arra vágynak, tehát van, aki ezzel képben van, és nekem is volt véletlenül egy ilyen, én nem is tudtam, hogy az, és akkor arra így nagyon hamar lecsaptak. Na mindegy, és nekem az a furcsa, hogy én azt látom, hogy bútorban is nagyon szűk az a keresztmetszet, ahol el tudod adni, és az ár, amin el tudod adni, az meg magának a bútornak az értékéhez, a bekerülési értékéhez képest. Ahhoz képest egyébként, hogy mondjuk most nyilván persze egy kanapé, vagy egy más, de mondjuk egy szekrény azért az gyakorlatilag azért tartja azt, tehát tudja azt a 10 év után is, amit tudott az első nap, de hát olyan elképesztően esik az ára, hogy hát pedig ha egyáltalán eltudod. Pedig tényleg nem vetemedik meg ilyenek, tehát nem úgy, mint az IKEA, hogy azok így vetemednek azok a... És az a durva, hogy egyébként az IKEA az úgy megy, hogy ez nem egy jó minőség, tehát hogy... Igen, erre értem. Na mindegy, de ugyanez az élményem a baba dolgoknál is, hogy van egy csomó olyan baba dolgunk, amit mi azt gondoltuk, hogy tök jól el lehet majd adni, mert nyilván megvettük, mit tudom én, mondjuk azt a gyerekjátékot 10 000 forintért, letisztítható, nincsen semmi baja, felraktuk mondjuk 4 000 forintért, és senki. Nem jelentkezik. Tehát, hogy érdekes, nyilván vannak olyanok, amikre csomó jelentkező van, tehát, hogy van, amikor valahogy betalálunk valamilyen piacigényt, és nagyon elviszik, de azért ott is az van, hogy nem kapkodnak utána. Tehát, hogy én azt látom sokkal inkább tendenciának, hogy az emberek azért a second hand-et, mint életérzést, meg a használt cuccoknak a megvételét, azt úgy értékelik, hogy ha megveszik, azzal kvázi aláírják a maguk szegénységi bizonyítványát. Most a szegénységi bizonyítványt nem a valós értelmében, hanem a szó szerinti értelmében használom, és nyilván senkit sem szeretne úgy gondolni magára, hogy szegény, és inkább elmegy és vesz mondjuk a Pepco-ba 2-szer annyiért egy sokkal rosszabb minőségű dolgot, mint amit egyébként használtan megkapott volna mondjuk tőlünk. Én ezt kevésbé érzékelem a bútoroknál, mint a tárgyaknál. Mondjuk, jó, én tényleg ezzel a hegedűvel küzdök, de most ezt itt iszonyatosan körbejártam, és ez például egy ilyen nagyon nehéz ügy, ez a hangszereladás történet. Tehát a 20 emberrel nem beszéltem az összes létező helyen, meg azért valamennyire benne vagyok ebben a szakmában, akkor egyen sem. Tehát az például egy iszonyú nehéz
történet. De miért? Mert annyira speciálisak az igények, hogyha valaki hangszert megváltoztak a hangszeren való tanulásnak. Tehát az van, hogy ez ma nincs. Tehát az a típusú történet, hogy te egy hangszeren játsz és tanulj az iskolában, ami mondjuk az én időmben majd, hogy nem kötelező volt, de nem volt kötelező, csak azért ez egy ilyen általánosabb történet volt, ez nincs. Ezen kívül nincs a zeneiskoláknak pénze arra, hogy hangszereket vásároljanak, amit te kölcsönzöl. Tehát ez nálam is úgy nézett ki, hogy a Mókus utcai zeneiskolából kölcsönöztem a hegedűket mindig, hát kivéve azokat, amiket most megtaláltunk otthon, és nem értjük, hogy kerültek oda. Elfelejtetted visszavinni. Képzeljétek el, hogy van egy ilyen. Ez nagyon kellemetlen, egyet elfelejtettünk visszavinni. De árulod? Azt már eladtam. De ez 25 éves történetről beszélünk. Ez én teljesen kivoltam. Nem is értjük, hogy a zeneiskolák miért nem vesznek de hangszereket. De hogy a másik kettő mi? Hát én azzal üzégettem a családomat, hogy honnan jönnek elő ezek a hangszerek. Na de hogy az van, hogy ilyen filérekért árulják azon a környéken, ahol ugye a hangszerkereskedelem nagyon megy, tehát ennek azért így van egy utcája, meg van egy kerülete, és nem tudnak már egymásra licitálni, tehát azok a hangszerek, amiknek a piaci értéke mondjuk ilyen 70-100 000 forint, mert mondjuk még szegedi gyárban készült, és mondjuk nem a kínai verzió, azokat mondjuk, mit tudom én, egységáron 15 000 forintért adják a piaci 70-100 helyet, és ha megveszik 15-ért, akkor már az antik gyűjtő sem veszi meg, vagy az én Népszínház utcai bácsim sem veszi meg. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz történet. Én inkább ezekkel küzdök, meg a jótékonysággal, de arról majd egyszer külön beszélhetünk, hogy azzal, nekem azzal pedig van a legtöbb szerintem nehézségem. Kapcsolódik ez a használt árukereskedelem a jótékonysághoz, mert bennem felmerült az a kérdés, hogy mennyire kezdik ki az, hogy ekkora piaca van akár a használt ruháknak. Ugye, amit ajánlottál nekem, az a Vinted alkalmazás. Rengeteg ruha van fent, és hogyha felmerül az a dilemma, hogy én elkérhetek a, nem tudom, használt pulcsimért, amit nem hordok, 1500-2000 forintot, akkor miért ajándékozzam oda, és ilyen tekintetben szerintem veszélyes ez az iszonyatos... Hát, vagy amit oda ajándékoznál, akkor az már nincsen állapotban, amit eladnál, és az pedig egy nagyon rossz gyakorlat a jótékonyságban is, hogyha te a szakadt ótvaros cuccot akarod odaadni, amit te sem vennél fel, hiszen attól, hogy egy szegényebb embernek adod, te tudod... Ezt el kell felejteni, ezt a szakadt, lyukas, nem tudom, már teljes mértékben kopott dolgoknak az odaadományozását. De tudod, hogy ezt sokan csinálják, szóval, hogy sokan azt hiszik kellene azt, hogy ez a jótékonyság különbözőtalanítás. Azt kellene elültetni a fejükbe, hogy ami nekem szemét, az valószínűleg a másiknak is az. Lehetnek kivételek, nem állítom, hogy nem, de át is kapcsolnék arra, hogy mi volt a másik, mi a másik termék. Tényleg, igen. Az használt ágynemű volt. És pont itt a jótékonykodásnak a kérdésköre kapcsolt be a fejembe, hogy az az ember, aki használtan veszi az ágyneműjét, biztos van ilyen, aki erre szorul rá, hogy ott megéri ez a piaci, nem tudom, művelet, vagy akkor, hogyha már tényleg egy ágyneműről beszélünk, akkor érvényesebb-e az, hogy rendben, nekem ez most nem kell, ez még használható, mert látom, hogy nem koszos, rongyos szakadt, hanem ez egy használható ágynemű, hogy akkor én ezt odaadom, mint adományt, és valaki, akinek kell ágynemű, és nem engedheti meg magának, hogy megvegyen egy garnitúra ágyneműt újonnan, annak majd ez tök jó lesz. Sokféle funkciója van azért az ilyen oldalaknak felvásárlói szempontból is. Tehát, hogy én például mondjuk tudom azt, hogy hány jelmeztervező vagy díszlettervező kotorászik ezeken az oldalakon. Tehát nem biztos, hogy a használt ágynemű az feltétlenül ágyneműként fog funkcionálni, és az, hogy van ennek mondjuk piaca, vagy van ennek, tehát hogy látsz ilyet árulni, ez nem feltétlenül van azonos arányban azzal, hogy ezt mire használják. Tehát, hogy azért látsz ilyet árulni, mert el kell. De nagyon sok esetben nem abból a szempontból kell el, mert ez úgy van hasznosítva. Hiszen azért ez pont egy olyan dolog, én is elképesztő mennyiségű használt, de nagyon-nagyon jó minőségű és jó állapotban lévő ágyneműt vittünk hajléktalan szállóra, mondjuk, ahol ez tényleg... De másképp tud hasznosulni. Az egy érthető művelet. Csak azért mondom, hogy vásárolnak itt olyanok is sokan, tényleg sokan, akik másképp hasznosítják ezeket a dolgokat. Tehát engem már jobban
izgat akkor a használt tejfejőgéptől elkezdve a nem tudom min át, tehát hogy azért a Vintiden olyan dolgok vannak, hogy így napi háromszor teszed le a hajat, főleg ha bejössz abba a csoportba, ami hú, az nagyon kemény. Tehát, hogy ott miket árulnak, és én már én sem tudom eldönteni, hogy ez poén, vagy tényleg azt gondolják, hogy ezt valaki megveszi, vagy tényleg megveszik ezeket, tehát üres dobozokat, telefonos dobozt, vagy sínes zacskókat, tehát hogy... Na, igen. Van egy ilyen fekete lyuk, vagy egy deep része ennek a használt cuccnak. Ja, de ezek egyébként kellenek, mert például egy, hogyha mondjuk gyűjtő vagy, és mondjuk mobiltelefonokat gyűjtesz, akkor sokkal értékesebb a telefon, hogyha van egy eredeti doboza. Tehát, tehát egész egyszerűen azért nagyon-nagyon sok gyűjtő van, aki ezeket a... mindenki számára egyébként haszontalan meg szemétbe levő dolgokat aha. kincsnek látja, és egyébként tényleg kincs is. Ami nekem a használt dolgokkal kapcsolatban ilyen rossz élményem, az kettő, az egyik az, hogy a könyv az így megszűnik lassan, mint értéktárt, megérték. Tehát, hogy ezek az antikváriumok, ezek szorulnak vissza, hogy az olvasás, ugye ugyanaz megfigyelhető a könyvpiacon is, mint a hegedű piacon is, hogy egyre-egyre kevesebb ember olvas, iszonyú nagy könyvtárak vannak csomó helyen, és így elértéktelenednek úgy, mert a technika, meg a technológia így átcsapott a fejük felett, és ma már, mit tudom én, egy Kindle-ön fel tudsz tölteni, nem tudom én, 500 könyvet, vagy 1000 könyvet, és nincs értelme a könyvtárat ott tartani a lakásodba. Ez az egyik, és nyilván egyébként, hogy ezek a könyvek, amiért nagy pénzeket fizettek, nagy benchben gyűjtötték őket, így gyakorlatilag... Amúgy ezzel van a legnagyobb gond. Eladhatatlanok, igen. Tehát, hogy nem tudsz velük mit csinálni. Nem elvitethetetlenek. Tehát már az sincs, hogy... Tehát igen. Én például már arról lemondtam, hogy pénzt kapjak, de mondjuk valaha nagy dolog volt a Larus enciklopédia, vagy hosszan sorolhatnám, semmit vagy nem tudom, anyám igen. Orosz nyelvű orvosi tankönyvei és biokémiai, és akkor azt gondolnád, hogy mondjuk a Sotén esetleg erre így lehet szükség, mert mégiscsak archivál, vagy egy Donát anatómiai atlasz az ilyen csiliárdokba került. Hát felejtsd el. A tehát, digitalizáció ezt egy picit felülírta. És ami a digitalizációnak a másik ilyen szörnyű vesztesége, hogy ti nyilván nem figyeltétek meg, hogy tűnnek el a játékszoftverek. Tehát, hogy az van, hogy fizikálisan nem tudsz birtokolni már egy szoftvert, hogy régen, mit tudom én, 20 vagy 25 évvel ezelőtt kimentél a Petőfi csarnok mögé a piacra, és ott voltak ilyen csencselően emberek, és egész egyszerűen oda mentél, és megvetted a, mit tudom én, az aktuális Nintendo játékot. Meg onnan és haza... volt, akkor nekem onnan volt a joystickom. Tehát, hogy ott ilyen... Igen, és hogy az van, hogy régen vettél egy játékprogramot, használtad, és utána eladtad. Ez nincs, igen. És ez még valamennyire van, de hát ez folyamatosan... az új játékkonzolok már egyáltalán nem fogadnak be lemezt, meg semmit. Igen. Tehát, hogy digitálisan online felhőbe megveszed a játékot, és nem tudod odaadni a cimborádnak, hogy én kijátszottam, ez nagyon jó játék, ezt nézd meg. És ez borzalom. Tehát, hogy ez egy olyan jogvesztése egyébként az embereknek, tehát, hogy egész egyszerűen kivették a zsebedből ezek a szoftvercégek a tulajdont, és ellenállás nélkül történt meg ez a változás. Én például... Nem volt egy ilyen visszaesés a játékoknak az árába, amikor, tehát volt egy idő, meg talán még most is van, amikor lehet digitálisan játékot vásárolni, és mondjuk lemezen. És szerintem van különbség az árába a digitálisnak, meg a lemezen megvásároltnak. De oké, de legyen is különbség. Tehát nekem az, hát csak tehát engem értem, az nem zavarna, hogy ki kell 2 euróval többet fizetni azért a CD-ért, hogyha én azt tényleg valóban birtoklom, ellentétben azzal, hogy veszek egy kulcsot az interneten, amitvel aztán hát semmit nem tehetek. Csak az a helyzet, hogy tendenciáját látva egyébként két dolog igaz. Egyrésztről egyre kevesebb a fizikálisan is elérhető játék, másrészt meg a játékok ára egyre nő. Tehát, hogy nincs arról szó, hogy itt a fogyasztó az jól járna a történet végén. Nagyon-nagyon rosszul jár. Még néhány mondat erejéig visszatérünk a használt áruk kereskedelmére, mert egy fontos kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy mennyire zöld használt cuccokat vásárolni, és talán két részre bontanám, mert
az a válasz talán egyértelmű, hogyha valamire igenis szüksége van valakinek, és megvásárolja használtan, az zöldebb, mint hogyha újonnan veszi meg. Ebben talán nincsen vita. Viszont én azt látom a környezetemen, hogy akik elkezdenek használt ruhákat vásárolni, hip-hop egy olyan mennyiségű ruhát halmoznak fel, hogy csak pislogok. Abból kifolyólag, hogy olcsóbb. Abból kifolyólag, hogy olcsóbb, és szerintem az is benne van, hogy azt az érzést is kelti, hogy ha már neki nem kell, akkor ugyanilyen módon tovább tudja adni, mert hogy lesz rá kereslet. Tehát maga a használt ruhapiac szerintem egy iszonyatos nagy keresletkínálatot generál, és olyan tekintetben szerintem ez probléma, mert hatása van ennek az új ruhák vásárlására is. Tehát, hogyha én új ruhákat vásárolok, és az a benyomásom, hogy jó, hát ezt most hordom fél évig, de hát el fogom tudni adni, nem tudom, 3-5 ezer forintért, akkor miért ne vegyem meg? Tehát ilyen tekintetben bennem felmerül az, hogyha többet vásárolunk akár használt ruhákból, az mennyire zöld, hiszen hogyha a hosszú távú következményeit nézzük, azt, hogy mit okoz, akkor már szerintem nem egyértelmű a válasz. Miközben pont a keringetés lenne a lényege ennek a dolognak, és nem az. Tehát, hogy pont, hogy kevesebb új áru kerüljön mondjuk forgalomba, és legyen kihasználva, de hogy sokkal. Tehát, hogy nem tudom, hogy nincs ebben egy ilyen óriási boom, tehát, hogy iszonyatos mennyiségű cucc van a piacon. Igen, és a halmozás is szerintem nagyon-nagyon sok emberre jellemző, amíg eldönti, hogy ki fogja szanálni a ruhatárát, mert már nem tudja hova tenni. Hát meg iszonyat, tehát hogy a textilipar aztán az végképp a legrosszabb zöld szempontból, mert maga a textilipar is iszonyatosan kártékony és káros, és az egyik legpusztítóbb dolog, ami földanyácskával történhetett. A másik, hogy iszonyú rossz minőségűek egyébként a ruhák, tehát hogy régen, mit tudom én, mondjuk egy ilyen bőrkabátot még hordott a apuka, meg aztán a fiacskája is. Ma, ha egy bőrkabát tart, mit tudom én 5-6 évig, akkor az valószínűleg azért van, mert olyan sokat nem hordlad. Egy cipő, dettó, táska ugyanez, tehát igen, kicsit másképp voltak összerakva. De ennek ellenére az van, tehát hogyha ilyen nagyon-nagyon tartós termékek lennének piacon, akkor jobban érteném azt, hogy hát 10 éve hordom ezt a, nem tudom, pulcsit, meguntam, másikat szeretnék, és úgymond cserélek. De ugye nem ez történik, hanem alapvetően nem hosszú élettartamú termékekről beszélünk, és még ezeket is az élettartamán belül eladjuk azért, hogy más hordja. Hát rövid távon én ezt még mindig inkább érzem zöldnek, most ez felmerül bennem, amit mondtál, hogy ez hosszú távon, igen, tehát hogy szerintem ez egy jó meglátás. De most azt érzem, hogy engem örömmel tölt el, hogy azt látom, hogy keringenek a dolgok a világban, és nem feltétlenül az újak jönnek bele, ahogyan mondjuk én nem szedtem a tárgyakat, meg a fölösleges dolgokat, tehát nekem van egy ilyen izém, egy ilyen Marie Kondo rémálmom, és én viszont nagyon örülök annak, hogyha jó helyre kerülnek a dolgaim, tehát például kidobni képtelen vagyok cuccokat, és akkor az, hogy ennek most van egy piaca, és az elmúlt 10 évben mondjuk én ezt tudom ilyen szempontból keringetni, és jó gazdárral el, és nem tudom, tehát hogy van ennek egy, tehát hogy engem ez jó érzéssel tölt el, na, és így ezért kevésbé gondoltam bele ebbe a hosszú távú kevésbé zöld következményébe a dolognak, amit mondasz. Mert te nem úgy állsz a tárgyaidhoz, hogy megvásárolod, és akkor látod azt, hogy jó, hát fél év múlva, ha nem kell, úgyis ja, nem, meg nem tudok. Is veszek semmit. Igen, igen, csak pont arra az esetre próbálok rávilágítani, mert szerintem ez egy létező jelenség, amikor valaki már azért vásárol, mert hogyha nem kell neki, ettől meg fog igen. tudni válni. De ez teljesen igazad van, egy szempont. Menjünk. Celeb mustra, utolsó felvonás, záró epizódjára, mert hogy elértünk a télhez. Annak az összefoglalójában, hogy 2023-ban mi történt a legfontosabb celebekkel, és ott hagytuk abba a múltkor, hogy miket néztünk a tévében tavaly, mint a Rich Kids, a Nagy Ő. És ez már az év vége volt, tehát... Már télben vagyunk, abszolút, igen. Sztárban Sztár, The Voice, Starbox, ezeket említettük a múltkor, és ígértem, hogy gyorsan mondok 3 baby boom történetet még a tavalyi évből. Most miért néztél? Baby boom történetet?
Hát igen, mert hogy Hosszú Katinka az, aki ugye 2023-ban bejelentette, hogy gyereket vár és meg is szült. Azt hiszem, hogy a 70-es évekből akarsz mondani a baby boom korszakából három történetet, és így meglepődtem, hogy ez egy új koncepció, celeb, így a celeb hírek. Sok celeb baba született, és akkor ezt... És ezt nevezett baby boomnak. Hát lehet, értem, hogy egy kicsit eltúloztam, na. Celeb hírekről beszélünk, tehát, hogy itt nagyon helyes. Köszönöm, van hogy feloldoztál. Ja, abszolút, abszolút. A Hosszú Katinkához még meg tudom említeni azt, hogy neki a férjével kapcsolatban is voltak hírek, mert hogy ő 2021 márciusától részesült ebben a kiemelt edzői programban, amellyel járó juttatást elvették tőle, úgyhogy kicsit kiestek a Pixisből, róla még ennek kapcsán cikkeztek sokat. Gianniéknak született meg a második gyereke, ugye Debreceni Zita a felesége, és Kulcsár Edina és GWM Amarája is megszületett 2023-ban. Nem örülsz, András? De ez nem is olyan sok egyébként, tehát hogy ezért ezt... Valószínűleg több is született, de ezeket érzem kiemelkedőnek. Aha, hogy ezek a kiemelkedőek. Illetve ezekbe futottam bele az NLC-n. Igen. És akkor december. Hát itt egyrészt, amit így fontosnak éreztem megemlíteni, de csak azért, mert engem meglepett ez a hír, hogy idén is van kiszeltünde naptár, hogyha nem tudnátok. Én nem tudtam. Istenem. Úgyhogy ez elkészült tavaly, és idén Disney hercegnős a kiszállt tünde naptár. Én nem tudtam, hogy ez még van. Szerencsétlenül, de én túl vagyok azon a részén, hogy szörnyülködjek, már azon nem is túl vagyok, hogy röhögjek, hanem inkább tényleg csak egy ilyen mély fájdalmat érzek, mint amikor az ember így látja a bolond rokonát. Most olvastam ezzel kapcsolatban tőle valamit, és hogy olyan úgy voltam vele, hogy én se akarok se szörnyűködni, se nevetni. Én azt érzékelem, hogy ő ezzel tök rendben van, és ő ezzel tök azonos, és akkor csinálja. Tehát, hogy nem tudok erre jobbat. Igen, de a kiszeltünde naptárokkal kapcsolatban nem is az a rejtélyes, hogy miért csinálja a kiszeltünde, mert látjuk a magamutogatásnak, meg a az önreflexió teljes hiányának azt a kombinációját, ami a kiszeltünde naptárakhoz vezetett, és egyébként, hogy most már a lányát legalább nem használja ehhez, az mert felnőtt, természetesen csak azért, mert most már tud nemet mondani, igen, anélkül, hogy megvonnák a zseppénzét, meg nem tudom én, bezárnák a WC-be. Tehát, hogy most már tényleg csak a maga kárára csinálja, és ilyen értelemben nincsen vele nagy probléma, csak én két potenciális vásárló réteget azonosítok a kiszeltünde naptáránál. Van az egyik, aki viccből megveszi. És én ezt értem. Tehát, mit tudom én, 25 éve volt valami srác, akit nem kedveltem, és a születésnapjára meg voltam hívva, na én akkor elgondolkodtam egy kiszeltünde naptáron, mert hát így vicces is, meg mégiscsak olyan dolgot adok, amit nem tud használni. De a zöld szempontok természetesen győztek, és nem veszünk feleslegben dolgokat, így azt hiszem, hogy valami piát vittem, amit megittam. Nem azért, mert nem volt kedve netről rendelgetni. Meg nem. De a lényeg, hogy ezt értem, csak azt nem értem, hogy egy poén az hányszor ellőhető? Tehát, hogy ez minden évben kijön ez a naptár. Most, ezért mondom, hogy szerintem neki nem poén, hanem ő tényleg úgy gondolja. Neki már a hivatása. Neki ez... De most a kiszeltündét értem, csak azt mondom, hogy az emberek, akik megveszik. Tehát, hogy hát ki, most ki gondolj a bele, célközönség... hogyha egyszer vége lesz a kiszeltünde naptár sorozatnak. Azt mennyire fogod a Vaterán eladni? És valakinek megvan mind, úgyhogy szerintem... Hogy a gyűjtők. Ott véget ér az Anna Peti Gergő ostrom, igen, hát veszi a kiszeltünde naptár az uralmat. Meg az, hogy és a harmadik csoportban ez a gyűjtők, ezerre tényleg nem gondoltam, de igazad lehet. A harmadik csoport meg nyilvánvalóan vannak rajongók. Vannak olyan férfiak, én meg nők, erre nem gondolok. És nők a világban, akik iszonyatosan akarják a kiszeltündét, így nagyon-nagyon ki vannak rá éhezve, és minden évben megveszik megveszik a naptárt, hogy az éhség, a szomjúság egy kicsit enyhüljön a következő évi naptárvásárlásig, és az az igazság, hogy most összeadom a gyűjtők, perverzek, plusz a vicceskedőknek a számát, és az az igazság, hogy... politikai pártot is létrehozhatsz. Hát igen, politikai pártot létrehozhatsz, de azért annál többet nem, tehát hogy... Mert be vannak csatornázva, dőljetek hátra.
Ugye egész egyszerűen, hogy én tényleg nem látom emögött az üzleti tervet, meg az, hogy igazából, ha van üzleti terv, akkor az az üzleti terv, hogy a Kiszeltünde legyártja a naptárat, amit senki nem vesz meg ezen a 10 emberen kívül, viszont a naptár az már olyan hírérték, az hogy ő folyamatosan ezzel tud haknézni, mit tudom én, 2-3 hétig a médiába, és akkor igazából pénzénél van, mert a 2-3 hétnyi média hakni, az hát az inkább okoz, ez akkor. Amúgy de nem sok semmit, tehát igen, mert még nem ebből él, vagy ilyesmi. Egy művész, akit elhívnak akkor, hogy jó, láttunk a tévébe, Tünde, milyen jó lenne, ha énekelnél nekünk. De neki nem hasonló ilyen viszketegsége van, mint Jákob Zolinak. Múlt héten beszéltünk róla, hogy mindenképpen a fényben szeretne lenni, látszani szeretne. Hát szerintem a Kiszeltünde az ugyanez, csak régebb óta csinálja. Tényleg egy Jákob Kiszel, micsoda álompár lenne. Egy naptár. És egy közös és egyébként tényleg a Jákob Zoli az elképesztően nagy insta művész, tehát hogy ő folyamatosan a selfieknek, meg a photoshopnak tényleg a koronázatlan királya Magyarországon, azért, hogyha ez a kollab megvalósulna, hogy Kiszeltünde és Jákob Zoli és volt egy közös naptárral. És volt egy olyan lány ebben a nagy műsorban, aki azt mondja, 19 éves volt, és teljesen olyan volt, mint a Kiszeltünde, és ezt többen meg is írták. De melyik Kiszeltünde? Mint szerelemgyerek képzeltem el. De várjál, mert azért két úgy beszélt, Kiszeltünde, olyan... van a 19 éves Kiszeltünde, aki egy iszonyatosan jó nő volt. Nem, ő 19 évesen volt olyan, mint a mostani Kiszeltünde. Aha. De aki egyébként egy csinos asszony, azért én azt bírom, ismerjük el még a... Tök jó szívű, tök jó szándékú csaj. Tehát, hogy én például, de nekem kevesebb bajom van. Ja, nekem egyáltalán nincsen bajom azon kívül, hogy a lányával mit csinál. Tehát, hogy... Nagyon szereti az operát. És ért is hozzá. A lánya? Nem, a Tünde. A Tünde. Ami még hír volt decemberben, Majka és Pápai Joci az RTL-hez igazolnak. A TV2-ről is erről nem is beszéltünk még, hogy vajon mi történik. Az RTL-nél pedig a Szabó Zsófi és a Miller Dávid az, akinek bejelentették a távozását az RTL reggeli című műsorból. De ők saját szándékból távoztak, vagy kivágta őket az RTL? Saját szándék, szerintem. De... Tehát, hogy elunták. Tehát, hogy mi, De ha ki is vágták volna őket, és tudnék is ilyenről, biztos nem mondhatnám el, de halvány közömre fogalmam sincs. Hát ezt én hallottam azt a pletykát, hogy a Zsófi átmegy a TV2-höz, de aztán hallottam mást is ezzel kapcsolatban. Hát meg, hogy van a Zsófinak valami milliárdos csávója. Ezt akartam nem elmondani, mert ez szerintem nem olyan, amit elmondhatunk. Ezt együtt hallottuk ezt a pletykát. Hát együtt hallottuk ezt a pletykát, de egy pletyka. De nem, írták, bulvárlapok is írták, hogy a Szabó Zsófinál ez a szituáció, a Miller Dávid meg lehet, hogy visszatér a színészkedéshez, vagy... annyira utána ez színészkedés. Jaj, de... ez nagyon lekicsinylő. Jaj, most egy szakma felhorkanó színészkedésnek nevezni. Hát itt mindenki Al Pacino meg Robert De Niro. Így adjuk meg a tiszteletet a színész fejedelmek kasztjának. Jó, elnézést. Nem tudom egyébként, hogy mit csinál a Miller Dávid. Hát azért ő vezeti ezt az Eden Hotelt is, most láttam a promóban. És ne nevezzük színészkedésnek, amit különben csinál. Tehát, hogy ő vezeti. Tehát továbbra is Robert De Niro, de az Eden Hotelt vezeti. Tényleg azt gondolom, hogy nem is színész, csak hogyha már azt mondjuk valakire, hogy játszik, akkor az ne színészkedés legyen, de én nem gondolom a Miller Dávidot olyan szempontból színésznek, mert rá azt mondom, hogy színész, akkor a Jordán Tamás kicsoda. Tehát, hogy igen, ezt hogy ne. Értelek. Csak én magára a szó használatra mondtam, nem a Miller Dáviddal összefüggés. Pongyola nyelvhasználat, nem rossz indulat és nem lenézés. Mindegy, a Majka megy a Pápai Joci barátjával együtt az RTL-re, és hát gyanítom, hogy a X-faktorhoz lesz valami közük, ami megint elindul. Én a Pápai Joci jelenséget nem értem, hogy a Pápai Jocinak van hozzáadott értéke. Tehát, hogy mert én a Pápai Jociról mindig azt tudom, hogy valakinek a haverja is egyébként tök jó. A Majkáé. Meg jó, nem, ez... meg a Király Viktori, meg a nem tudom én is. Mert most a Majka azt írta ki ugye a posztjában, hogy ő a Joci nélkül eddig sem ment sehova, meg hogy mindenhova együtt, és azon gondolkodtam, az új Curtis. Bizony. Jó, én még mindig nem tértem magamhoz, hogy én erről nem hallottam. Ezt nem mondott komolyan. Én ezen gondolkozom, mióta ez elhangzott, hogy milyen buborékban éltem decemberben, mert amikor... Vintidesztél, látod, pakoláztad a cuccokat a Vintidre. Még csak az sem, de egészen elképesztő, hogy ki tudtam zárni a világot, mert azt hittem, hogy ez is egy pletyka, amit a cutortól hallottál.
De rákerestem. Látom, rákerestem, és valójában erről én teljesen lemaradtam. Az van, hogy én meg a pápai Jociról maradtam le olyan értelemben, hogy én 2-3 éve így jó, én az meghallottam, hogy ő van, de hogy fogalmam sincs, hogy ő kicsoda, vagy honnan jött. De én azt nem értem a pápai Jociból, hogy egy tényleg egy tök jó szándékú, nagyon cuki srác, de egész egyszerűen nincs hozzáadott értéke. Igen. Tehát, hát, hogy ilyen közhely, tehát, hogy a de a Majka barátja, tehát szerintem így mennek együtt, vagy nem tudom, nincs ilyen, mint a lányok a WC-re. Tehát, de hát simán, egyébként simán lehet, hogy a Majkát motiválja, meg uh-huh. inspirálja a Jocinak a jelenléte. És nem a pénz, amit kap, igen. Hát ne. A pénz az nyilván motiválja, de az, hogy mit tudom én, hogy együtt dolgozhat a Jocival, és a Jocinak olyan megnyilvánulásai, viccei vannak, amikre a Majka így rá tud csatlakozni, az lehet, hogy indokolja egyébként. Csak én tényleg, amikor néha-néha belenéztem a Sztárban a Sztárba, a Majkát azt nyilván abszolút érti a... nem úgy hívják a műsort? Nem, de ezt véletlen sem tudod eltalálni. Nem tudtad jól mondani. Mi a címe a műsornak? Sztárban Sztár. Sztárban, jó. Sztárban Sztár. De most komolyan, de ezt szóvá tenni... Akkor kezdte a nevetést, nem tettük de ez szóvá. Mi, de ez milyen kicsinyesség. De ha még szóvá tennétek, még azt sem mondanám, hogy az olyan nagy kicsinyesség. András, az, csak azon nevetünk, valaki, nem, azon nevetünk, hogy fél éve mert nem tud, egy másik nevet. Mert nem tud egy címet, amit büszkeség nem tudni. Tehát, hogy nem, ennek már szórakoztató igen. értéke van, amikor megpróbálod megemlíteni a műsort, és véletlen se találod és el. És mindig egy másikat mondasz. És nagyon büszke vagyok magamra, és nagyon-nagyon büszke vagyok magamra. Mi is azok, kérlek, folytasd. Nem tudom, hogy hol tartottam. Hogy a Sztárban, mikor megláttad a Jocit. Ja, igen, hogy a Majkát azt értem, a Köllő Babett is egyébként meglepően jó, meg összeszedett, meg ilyen szimpatikus figura. Hát a Tóth Gabi az meg Tóth Gabi, ilyen borzalmas, de hát nyilvánvalóan a Freak Show-nak is kell hely, és azt meg tökéletesen hozza, amit a szakállas asszony, meg az elefántember hozott együtt a régen a Wurstliban. De a pápai Jóci az tényleg olyan, mintha a közönségből egy kedves srácot kiültetnének, és akkor az ott így elmosolyog, így elüldögél, néha így belevakkant egy-két szót, de hát nem volt egy pillanat, amikor azt éreztem volna, hogy na ez a csávó, ez képernyőképes. Hát lehet elég a karrierhez az, hogyha a Majka nagyon kedvel. Hát az... Igen, Curtis. Nyilván nem kevés. És akkor de a Curtis, látod, azt szerintem meg pont fordítva volt, hogy ott a Majka tök jól ráérzett arra, hogy a Curtis, aki akkor még egy feltörekvő, nagyon-nagyon potens, de ilyen kellően autentikus rapper volt, akkor ő így a maga hát vérben, meg bulvárban áztatott brandjét így fogta, és hozzákapcsolta a Curtiséhez, amivel nyilván a Curtis esett, ő meg nyilván növekedett, és azért ez hosszú ideig kitartott, ott én abszolút éreztem, vagy értettem, hogy a Majka miért ragaszkodik a Curtishez. Mert a de Curtis... az, hogy a Curtis esett, tehát ott azért ez szerintem egy enyhe túlzás, tehát a Curtis hol lenne a Majka nélkül? Most én ehhez nem értek annyira, hogy ezt megállapítsam zeneileg, de az, hogy ő ennyire a köztudatba került a mainstreambe szerintem, ahhoz én a Majkának van. Iszonyat nagy köze van. Az másik kérdés, lehet, hogy abban igazad van, hogy a Majka karrierjén zenei karrierjén nagyon sokat segített, hogy talált maga mellé egy olyan karaktert, akivel így együtt tudott működni, de az, hogy a Curtis esett a Majka jelenlététől, hát nem tudom. Szerintem zeneileg, művészileg esett, nyilván a celeb faktorság meg kilőtt az űrbe, meg a napba, meg nem tudom én hova, de hát gyakorlatilag... De te tudsz olyan Curtis számot, vagy egyáltalán... Tudsz olyan műsort, amiben a Curtis nincs benne. A Curtis az egy szubkultúrának a reprezentása volt. Én nem szeretem azt, meg nem vagyok része annak a szubkultúrának, de biztos vagyok abban, hogy ott nagyon sokan szerették a Curtis-t, és a Curtis ma már elsősorban nem is rapper. A Curtis ma már elsősorban egy celeb. Tehát, és ezt a Majkának köszönheti, aki egyébként meg előbb volt celeb, és utána lett rapper, de a Majka is főként celeb. Most lesz nagy koncertje, vagy volt. De
de nem a zenéjével csinálja azt a nagy koncertet se, hanem a szerepségével, ha egyáltalán nem tudom mennyire. De az az állítás nem állja meg a helyét, hogy a Majka visszarángatta, mert szerintem ez így ilyen tekintetben butaság, mert hogyha előtte ő egy olyan előadó művész lett volna, ahol értékelni lehet az előadó művészetet, és ez megtörténik, akkor értem. De az volt állítólag. Tehát, hogy jó, lehet, erről nem tudom. Olyasmi volt a Curtis, mint amilyen ma a Pogányinduló. Tehát a Pogányindulót se ismeri a társadalom 97%-a, én se ismerem, de mit tudom én, hallottam két számát, de azért látom rajta, hogy egy hihetetlenül autentikus arc, jó szövegei vannak, nagyon karizmatikusan rappel, nagyon jó a flója, ennyit tudok róla, és hogyha őt fogná most a Majka, akkor lehet, hogy 20 év múlva a Pogányindulóból annyi maradna, hogy ő a sztárban a sztár, nem, bocsánat, a Dancing with the Stars-nak a nem tudom én harmadik számú versenyzője, mert ezt teszi a Majka, tehát hogy amit te emelkedésnek gondolsz, az valójában szerintem a romlás, a Majka egy Fausti alkut köt mindenkivel, akivel együttműködik, hiszen maga az ördög, Majka. Nézd, hogyha ha Curtisnek kényelmetlen lenne ez a celeblét és villogás, akkor megérteném, hogy ezt romlásnak... Annyi kokaiddal, amennyit a Curtis felszívott, nyilván semmit sem érzett kényelmetlennek, meg rossznak. Most meg már rajta van egy trekken, tehát hogy a 10 év bódulatból felkelt, és így hátra nézett, és már nem is látja önmagát. Tehát, ti kik vagytok? Igen, tehát, hogy ő most már, hogyha hátra néz, akkor nagyon-nagyon messzire lát egy Curtis alakú tárgyat, és hogyha belenéz a tükörbe, akkor meg lát egy Majka küllemű vágyfantáziát, és ő szeretne ez a vágyfantázia lenni. Tehát, hogy ez szerintem a Curtisnek a... De egyébként mondom, rendes csávok, tehát, hogy nem nincsen baj vele, csak nyilvánvalóan ő már nem egy hip-hop arc, hanem ő egy RTL-es celebritás, és hát ebben szerintem leírtuk az iszonyatos minőségvesztést, ami nagyon sokak számára egy iszonyatos emelkedés. Az év utolsó napjait szerintem két ember történései határozták meg, az egyik Tóth Gabi, akiről már beszéltünk. Úgy reménykedtem, hogy azt kihagyjuk. Mi? De kihagyjuk. Akkor a másik december 30-án posztolta ki Sebestyén Balázs a tűzijáték. A tűzijátékozását, amit a saját kertjében követett el, és nem annyira sikerült ez a történet. Szóval, hogy itt egy ilyen kettős sztori van. Az egyik, hogy abban a videóban ő maga is elmondta, hogy tulajdonképpen benne volt minden, ami miatt neki az a videó felróható. Következő poszttal rakta ki: puha, aki 30-án nem próbálja ki. Majd egy videó arról, hogy vettek olyan tűzijátékot, vagy rakétát, tudjátok, ami így felfelé így kilő, és egy picit pukkan a tetején. És ezt a gyereke szúrta le, de rosszul szúrta le ezeket, úgyhogy eldőlt, és elkezdte a szomszéd házat tüzelni, ami miatt a Balázs úgy gondolta, hogy akkor bemegy, és ezt megigazítja, de egyrészt eltaknyolt, miközben ezt csinálta, hallod, ahogy nevetnek a gyerekek, az egyik gyereke faternak szólítja, közben a Balázs megpróbálja ezt megigazítani, de mire rájön, hogy ezt fölfelé kell tartani, mert akkor lő ki, szóval, hogy ez egy ilyen... Burlesque. Igen, tehát, hogy ebben minden benne volt, a gyerekektől a tűzijátékon át, Balázstól a posztjáig, és hát ez elképesztő nagy vihart kavart. Egyrészt ugye jött a Kutyások. Nem az én életem. Nem Kutyások című történet. Hát iszonyatos gyűlölködés zúdult ugye rá, és 8-án, amikor először voltak adásban a reggeli műsorukban, akkor hosszan beszélgettek erről, úgyhogy elmondták, hogy mit gondolnak meg a Kutyásokról is, meg arról, hogy az év egyetlen napján ez lehet. Illetve hát egyetlen napján, 30-án csinálta, azt mondtad. Igen. És ő nem csinálta 31-én. De mások csinálják 31-én, tehát hogyha mindenki úgy áll hozzá, hogy ő csak az év egy napján durrogtat, akkor 365 napon keresztül robbanások zajából. Milyen igazad van? Ez így lesemes, tényleg? Hát, olyan gátlásnál... Na, és akkor még annyi, hogy őt megvádolták azzal ugye, hogy törvényt szeget, mert hogy nem lehet a tűzijátékot csak 31-én este 6 és ugye reggel 6, vagy hogy mi között, de hogy egyes és kettes kategóriába sorolhatót lehet, és ez olyan volt, bocsáss meg, beléd folytottam a szót, András, még van egy, nincs? A Bianca folytja belém a szót. Bianca mindannyiunkba folytja, igen. Én folytom belétek a szót, holnap újra jövünk, köszönjük a figyelmet!